közismert filmzenéket dallamosított meg a Litus Quintet a Művelődési Központban február 23-án. A Kerekes Imre által filmjelzett együttes ezúttal is elragadtatta a közönséget, akik végig néma csendben, vagy éppen dúdolva hallgatták a muzsikákat. Az űrből érkeztünk képletesen, a Star Trek című nagysikerű filmsorozat zenéjével. Ez 1966-ban készült, és egy nagyon érdekes világot ábrázol ez a film. Magyarországon csak 1997-ben mutatták be elég nagy eltéréssel, illetve késéssel. Egy olyan kis utopisztikus világ, ahol az egész univerzumban békében élnek az emberek, és egyre több embert és élőlényt fedeznek fel. Ez akkor egy nagyon érdekes kis űrsorozat, filmsorozat volt. És akkor megyünk tovább, ha már itt az űrnél tartunk, akkor következzen a Csillagok háborúja franchise, ilyen divatos szóval élve, egy darabja. A 2019-es évben mutatták be, és kezdődött az a sorozat, ami Mandalor bányáiról szól, és a Mandalori nevű fejvadászról. Ez volt az első ilyen Csillagok háborúja univerzumában játszódó élő szereplő sorozat, ami a Jedi visszatér után 5 évvel kezdődik, akkor veszi fel a fonalat, és egy magányos fejvadász útját követi, Din Djarinnak hívják, aki védelmébe vesz egy kis gyereket, ezt a Baby Yoda alakú gyereket, akit úgy hívnak, hogy Grogu. Ennek a zeneszerzője Ludwig Göransson. Ebből fogunk most önöknek egy pár témát eljátszani. Érdekes elegy következik. Az apropója ennek az egyvelegnek a zeneszerző, amely minden esetben Alan Silvestri. 1985-ben mutatták be azt a filmvígjátékot, sci-fi filmvígjátékot, ami azt a címet viselte, hogy Vissza a jövőbe. Robert Zemeckis rendezte, és hát olyan szereplők voltak benne, mint Michael G. Fox vagy Christopher Lloyd, és a mai napig nagyon nagy sikerrel megy. És van egy másik 1987-ben bemutatott film, amilyen szintén Alan Silvestri szolgáltatta a zenét. Ennek a főszerepében Arnold Schwarzenegger volt,
és egy űrből érkezett nagyon különleges lény, a Predator, a ragadozó, amely sorra írtotta az embereket, természetesen Arnold Schwarzenegger megmentette az emberiséget ebben az esetben is. Kevesen tudják, hogy ennek a Predator című filmnek volt egy folytatása 2010-ben, és ennek van egy nagyon érdekes magyar vonatkozása is, hogy Antal Nimród rendezte. Ebben egy csapat ember a 87-es filmben megismert predátorok csapatát üldözi és teszi a földdel egyenlővé. Úgyhogy a magyarok nagyon sokféle. Itt a Magyar Kultúra Napján a múltkor megemlékeztünk arra, hogy hányféle hatásuk volt, hát a filmre is volt azért elég nagy hatása a magyaroknak. Tehát akkor most Back to the Predator. ...1993-ban mutatta be Steven Spielberg egy teljesen, hogy mondjam, szóval egy olyan regény adaptációját, ami regényt addig nem nagyon kapták fel, nem nagyon olvasták, de hát ő nagyon érdekesnek gondolta. Michael Crichtonnak hívják egyébként, aki nagyon jó regényeket és novellákat írt, izgalmasakat, de hát ez valahogy nem sikerült, viszont az a filmsorozat, ami ebből készült, a Jurassic Park, az viszont nagy siker volt. Ugye tudjuk, a film középpontjában egy fiktív sziget áll, amit Nublárnak hívnak, és itt egy multimilliómos úriember, akit Richard Attenborough játszik a filmben, építi fel a kis birodalmát, ahol klónoznak
dinoszauruszokat és egy látványparkot hoznak létre. Ennek a különböző kalandos megnyilvánulásairól szól, illetve szólnak ezek a filmek, amiknek az adaptáció mai napig még, illetve folytatásai mai napig még mennek a moziban, illetve a képernyőkön láthatjuk. És amiért mi nagyon szívesen játsszuk ezt a zenét, az a zeneszerző személye, John Williams. Oh.
ez a Steven Spielberg és John Williams duó egyébként nagyon-nagyon jól működött több filmben is. Úgyhogy akár mondhatnánk, hogy most ide kívánkozik egy másik 1993-as film, ami hát teljesen más témára épül, mint az eddigi ilyen űrmúvik, amiket itt sorra vettük. Amerikában 1993, Magyarországban 94-ben mutatták be, és egy német üzletember történetét mutatja be, aki több mint 1000 lengyel zsidó életét mentette meg. A Schindler listája című filmről beszélek, és ebből jön most egy nagyon szép részlet. Thank you.
tulajdonképpen itt most azért álltunk le, itt mentünk volna tovább, de azért álltunk le, mert most egy új blokkba kezdünk bele, egy kicsit a mesék világát sorra vesszük. Az apropója dolognak az, hogy 1923. októberében volt 100 éves a Disney Studios, és egy kicsit szeretnénk megemlékezni, hiszen óriási, hogy micsoda film tömeget köszönhetünk nekik, és ezzel természetesen azokat a filmzenéket, amik ezekben a filmekben megszólaltak, megszólalnak. Egyébként azért is nagyon különleges ez a film stúdió, mert a cég, ugye hát a tőzsdén van minden cég Amerikában, és a Disney részvénye egyike annak a 30 részvényből álló kosárnak, ezt pontosan akarom olvasni, amelyből azt a bizonyos Dow Jones tőzsdei indexet számítják. Úgyhogy egy nagyon-nagyon befolyásos, a tőzsdére nagyon nagy hatással bíró cégről beszélünk. 1940-ben a Pinocchio című rajzfilm volt a második alkotás, aminek ez a When You Wish Upon a Star című betétdala, amiből ez a kis részlet volt, azóta is a Disney fő címzenéje. És aztán amivel tovább megyünk, ezek az állatos filmek lesznek. 1970-ben mutatták be a Macska Arisztokraták című alkotást, és 67-ben előtte a Dzsungelkönyvbe. Azért mondtam fordítva, mert majd a zenék azok ilyen sorrendben jönnek. Thank you.
Köszönjük szépen. A macska risztaklatábló egyébként, hogyha nem ismert volna valaki rá, akkor a minden ember macska nem lehet. Ez volt a nóta címe, a másik pedig a... Hogy is van magyarul? Ha van egy-két jó falat, Balú Maci éneke volt ez. A Bare Necessities az eredeti címén. Egy mese következik. Élt egyszer egy gőgös, irigy herceg. Egy nap csúf öregasszony kopogtatott be hozzá, szállást kérve, fizetségül pedig egy szál rózsát kínált. A herceg nem fogadta el, ekkor az öreg egy világszép tündérré változott, és büntetésű gonoszságáért megátkozta a herceget és a kastélya összes lakóját. Ha a hercegnek szörnyetek képében sikerül valakit megszeretnie, és az viszonzást talál, mielőtt lehull az utolsó rózsaszírom is, megtörik az átok. Eddig a történet. 1991-ben mutatták be a Disney feldolgozásában azt a filmet, amely ezt a kis történeti szálat szőtte aztán tovább. A címe az volt, hogy A szépség és a szörnyeteg, Beauty and the Beast. Ez volt a 30. Disney film, aminek a zenéjét Alan Menken szerezte. Természetesen az ő nevében még fogunk találkozni a mai napon, de először most eljátsszuk egy kis egyveleget, amiben hát mindenféle idézetek vannak. Bell témája megjelenik, ugye ő az a szépség, aki majd a hercegé lesz, illetve hát a szörnyeteg átkát feloldja, és természetesen a személyzet dala is megjelenik, ennek a magyar címe nem tudom mi, de Be Our Guest, légy a vendégünk, valami ilyesmi a magyar fordítása is, hallgassák szeretettel. Kedves nézőink, mai adásunk ezzel véget ért. Köszönjük, hogy ma is bennünket választottak, tartsanak velünk a jövő héten is. Viszontlátásra!